Sziasztok! Eljött a karácsony. Az én zoknim már ott lóg, de mi szeretnénk kedveskedni nektek valami egészen különlegesen. Nemrég készítettünk egy előadást, dolgok, amikért élni érdemes. Ez egy listáról szól, ami csupa olyan dolgot tartalmaz, amiért ez az élet csodálatos. És ti ezt a listát kibővítettétek, és mi ezzel szeretnénk csodás, békés és áldott ünnepeket kívánni nektek. Mert hogy az élet csodálatos. És például azért olyan szép, mert néha előfordulhat egy olyan pillanat, amikor összetalálkozol valakivel az utcán, és az emlékeztet arra, hogy milyen is igazán szerelmesnek lenni. Vagy egyszerűen csak a túró Rudi, annak íze. A tengerparti naplemente is ugyanilyen csodálatos, vagy a Faun labirintus a film. A Tétova ódáról nem is beszélve. És milyen csodálatos ébresztő nélkül csak úgy aludni, ameddig jól esik. Vagy az a pillanat, amikor beleharapsz a friss, finom sajtba. Vagy becsukott szemmel sötét úszómedencében úszni. Ugye milyen félelmetes és egyben csodálatos? Vagy a nyári zápor érzése. Vagy nyaraláson, amikor már fogalmat sincs arról, hogy milyen nap van. Egy idegen mosolya az utcán is pont úgy ilyen csodálatos tud lenni. Vagy az enyhe izomláz érzete. Vagy csak az a tudat, hogy könyvtárba bármikor el tudsz menni. Vagy a motorozás élménye. De egyedül sétálni az erdőben is igazán csodálatos. De ha megijedsz, akkor milyen megnyugtató az egyedül létben egy ismerős arc megnyugtató jelenléte. Vagy az a pillanat is csodálatos ebben az életben, amikor azt hiszed, híztál, majd a mérleg mosolycsal az arcodra. És reggel 6-ig táncolni a barátokkal is igazán önfelett. A tenger illata, vagy a csokis keksz íze is csodálatos. És megtalálni egy zokninak a párját. Egészen egyszerű dolog, de mégis varázslatossá teszi egy-egy pillanatunkat. A Budapest bisztróban egy baráttal üldögélve, borozgatva beszélgetni, vagy amikor rádöbbensz, hogy megbocsátható a megbocsáthatatlan. A meditálás, mert a Google nem ad mindenre választ. A barátok tekintete, vagy a rakott krumpli íze, vagy szülővé válni. Vagy az unokánk mosolya, a kutyusok tekintete, vagy csak egyszerűen táncolni. És milyen csodálatos, amikor a család hangos bolondozása ébreszt fel. Maratonon részt venni, vagy csak az ősz. Kirándulni a hegyekben wifi nélkül. Adni, szeretni, maga a vaníliás kifli íze. És a karácsony is egy olyan dolog, amiért igazán érdemes élni. Főleg, hogyha karácsony este, esti mesét mesélhetsz. Akár a gyermekednek, akár a közönségednek, akár csak úgy saját magadnak, mert jól esik. Sziasztok! 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 Elsősorban most lett vége a karácsonyi esti mesének, és így ennyien vagyunk. És mi mindannyian szeretnénk nektek, és nektek is boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánni, és szeretnénk a következő évben is megszépíteni egy-egy estét az életetekből. Úgyhogy tartsatok velünk! De elsősorban most, karácsonykor szeressétek azt, aki a legfontosabb, elsősorban önmagatokat, és oldódjatok fel annak a szeretetében, aki legjobban szeret titeket. Boldog karácsony! Boldog karácsony! Köszönöm!